Ideiglenes otthonukban a Kálvin János Református Általános Iskola tornatermében edzenek a Máté Szalkai kézilabdázók. A körülményeket már megszokhatták a játékosok, mivel ősszel is ezen a helyen, illetve Debrecenben tartották a tréningeket, hazai meccseit pedig Nyírbátorban játszotta a csapat. A körülmények ellenére sem lehet panasz az MMTK szereplésére, a szalkaiak 7 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel, amelyet az előttük álló Hajdúnánástól és Füzesabonytól szenvedtek el, a harmadik helyen állnak a bajnokság felénél. Az egyesület elnöke bízik a hasonló folytatásban, még úgy is, hogy tavasszal csak 4 hazai meccse lesz a Máté Szalkának. A felkészülés az, azt gondolom, zökkenőmentes volt. Január 2-án kezdték a lányok a felkészülést, úgyhogy december közepén fejeződött be a bajnokság, és mint mondtam, azért a hazai meccseket is idegenbe játszotta le a csapat. Ennek ellenére azért köszönet a szurkolóknak, hiszen Nyírbátorban mindig átjöttek, elkísérték a csapatot. Tehát január 2-án elkezdődött a felkészülés, heti 3 edzéssel gondolta Nagy Márkus Peónia, hogy a felkészülés így lehet a továbbiakban is sikerült. Ebből egy edzés Debrecenben zajlik, hiszen nagyon sok egyetemista gyerek van a felnőtt csapatban, és 2 edzés pedig Máté Szalkán a Kálvin János Általános Iskolában, aminek igencsak 20-40-es méretű tornaterme van, vagy sportcsarnok jellegű tornaterme van, úgyhogy ott zajlanak az edzések. A játékos keretben nincs jelentős változás, egy új, a többiek számára már ismerős kézilabdázóval számolhat tavasszal a vezetőedző. Új játékos nem fogunk igazolni, augusztus óta velünk dolgozik egy német játékos, ők Magyarországra költöztek, és hát nagyon alázatos a munkája, ezért úgy gondoltuk, hogy őt le fogjuk igazolni, de másabb igazolás nincs most jelenleg. A sérültjeink visszatérnek, ugye Sigér Petra már 7 méteresekre eddig is beállt, de most már 100%-os a lába, ezért őt is tudom most már használni szerencsére. A Máté Szalka az egy döntetlen mellett 2-1 gólos és 2-2 gólos győzelmet is aratott. Az edzőnő szeretné, ha tavasszal nyugodtabban nézhetni a végjátékokat. Szeretném a támadó játékot színesíteni, ötletesebb játékot szeretnék látni a lányoktól, illetve egy stabil védekezés szeretnék ebbe a fél évbe, hogy az kialakuljon, hogy ne kelljen izgulni, hogy csak egy góllal nyerünk, hanem szeretném, hogyha könnyebb meccseink lennének. Szeretnénk a harmadik helyet megőrizni, de ez ugye sok mindentől függ. Itt semmilyen sérülés nem fér bele, mert mindenkinek szerepe van támadásban, védekezésben is egyaránt, és hogyha így alakul, mint most, hogy mindent megúszunk, akkor szerintem ez a harmadik hely ez megmarad. Szeretnénk nagyon. A Máté Szalka hétvégén az Újfehértó Kálós Emlyén SZSE ellen játszik felkészülési meccset, majd a tavaszi rajtig még egyszer pályára lép a csapat. A nyitófordulóban február 19-én a BSK Miskolc együttesít fogadja az MMTK, míg Nyírbátorban, de 2 idegenbeli meccset követően a második hazai találkozót már a Máté Szalkai Városi Sportcsarnokban láthatják a szurkolók.